Mai rohanó világunkban ismét felvetődik a nők personális, illetve társadalmi szerep újrafogalmazásának szükségessége, hiszen a nők ma már számos poszton bizonyították rátermettségüket, az emberéhez igen hasonló kvalitásaikat, úgyhogy szinte már-már homo sapiensnek gondolhatnók őket, ha nem tartanók szem előtt azt a tényt, hogy az ember elnevezés mögött bizonyos értelmi, intellektuális képességek egyidejű jelenléte kívántak. A nők bal, illetve jobb agyféltekéjének viszonylagos satnyasága viszont azt a tényt támasztja alá, hogy a nők csak egyfajta úgynevezett pán ostoba légkörben funkcionálnak jó. Erősen letáltott intellektusuk számára viszont kiváló körülményeket biztosít minden olyan életterület, amelyre jótékonyan borul a szellemi leárnyékoltság légmentesen záró búrája. Ilyen értelemben kvázi átmenetet képeznek a bojtos úszójú halak, illetve a tyúkszerűek között. Kísérleti körülmények között női lények közel azonos módon reagálnak a szellemi, illetve a testi stimuláló hatásokra. A kísérleti alanyok közül egy Elizabeth nevű példány szolgáltatott sok tanulságot a nők szellemi, illetve testi reakcióival kapcsolatban. A beszédre körülbelül enyhe alapfokon képes alany a "Mit csinálsz már megint, te szerencsétlen hülye!" hívószóra fonéma ismételgetésével, illetve a vállizület görcsös fel-levaló rángatásával válaszolt, amilyen informatikai szempontból az adott kérdésre vonatkoztatva legalábbis hiányos válasz. A tapintási ingerekre való sokkal kiérleltebb fogékonyságára a mellszer ingerlésekor kaphattunk frappáns bizonyítékot, mert az adott ingerre az alany az igen, igen, még amúgy nagyon helyes válaszreakciót adta. A fent említett példány tüzetesebb vizsgálata során fény derült egy a nőkre amúgy általában szintén jellemző hibás beidegződésre is, ami szintén a szellemi megokoltság hiányára vezethető vissza. A hullámvasút nevű játékszerelvény utasaként. Felfele való haladáskor az fonéma ismételgetésével visított, a szerelvény lefele való zuhanásakor viszont ezt abba hagyva, bután bámult előre, nem értve miről is van itt szó. Az alany csípőjének, illetve alhasi szerveinek rendszeres behatoló vizsgálata viszont fantasztikus eredményeket produkált a tudomány számára, ezekről azonban inkább majd talán legközelebb, a Forró Csoda című előadásomban számolnék be önöknek. Köszönöm figyelmüket!